A Vulcan Agro abban hisz, hogy amit ma csinálunk, annak nem biztos, hogy holnap már eredménye lesz. Inkább 2-3 vagy akár 5 éves távlatban gondolkodnak. A talajjavításban. A termékpalettájukon elérhető tápanyagok is minden esetben rendelkeznek talajjavító funkcióval. Eddigi tevékenységükből viszont teljesen kilóg a nitrogén fejtrágyák gyártása, ami a közelmúltban megkezdődött a Vulcan Agro Kft-nél is. Nem is terveztük alapvetően, hogy ezzel fogunk foglalkozni, csak kialakult egy olyan piaci helyzet, és ez a piaci helyzet másfél éve kezdődött, hogy a nagy műtrágyagyárak nem tudnak termelni, és folyékony műtrágyára, töményi nitrogénre szükség van. Ha egy olyan üzemünk van, ami több millió liter lomtrágyát tud gyártani, akkor ebben a holt időszakban, idézőjelben ez az augusztustól januárig tartó időszakban, több millió vagy 10 millió liter fejtrágyát is tud gyártani. Rátállítottunk minden kapacitást erre, nekünk partnereink 2000-3000 termelő, akinek egy része folyékony nitrogénre dolgozik, azt kérdezi, hogy visszamenjen-e a szilárdra, mi a megoldás, lesz-e valami, és alapvetően ez a kényszer szülte. Az agráriumban kialakult helyzetet a talajjavítás szempontjából egyébként is nagyon kedvezőtlennek ítélik meg a Vulcan Agrónál. A termelők ugyanis az aszályos év okozta bevételkiesésekkel és az input anyagárak emelkedésével párhuzamosan vélhetően nem a fenntarthatóságot, konkrét esetben a talajok jobb állapotba hozását helyezik majd előtérbe, hanem érthető módon a túlélést. Ma már az a kérdés, hogy 100 forintból input anyagra költsek, vetőmagra, gázolajra költsek, vagy biztosításra költsek, és nem arra, hogy a talajt javítsak. Ez a folyamat, amit ma látunk az agráriumban, ez 10-15 éve indult. 10-15 éve, amit nem tettünk meg, az akkori költségekkel, az akkori termés átlagok mellett, ma azt látom, hogy már nem lehet megtenni lassan. Néhány nagyon lelkes ember gondolkodik abba, hogy évente lemeszezi, szerves anyagot szór, próbál előre 4-5-6 évre tervezni, de a gazdák jelentős része, főleg az alföldiek, a következő 1-2 évben a túlélésért fognak küzdeni. Milyen eszme az, amelyik innétől kezdve még életbe tud maradni? Hiszen nekem abba kell segítsek, nitrogén oldatot gyártok, hogy egyszerűen valami tápanyagot ki tudja juttatni az intenzív gazdálkodásba olcsón. Azon kell dolgozzak, hogy legyen tápanyag, nem az, hogy a lehető legjobb legyen összesség. Szóval én azt gondolom, hogy erős túlzás utolsó órában vagyunk. Szerintem azon már túlléptünk. Ezt a spirált, ha nem tudjuk valahogy megfordítani, kamara, minisztérium, unió, termelő, fejlesztők, egyetemek, akkor azt gondolom, hogy itt a következő évben ilyen problémával, mint az idén, nem egyszer fogunk találkozni, hanem 4-szer vagy 3-szor. Azt már nem éri túl a magyar agrárium. Szintén fontos témakör a 2022-es asszályos nyár után az öntözés, azon belül pedig az intenzíven öntözött területek tápanyag utánpótlása, a talajállapotok javítása. Jelen pillanatban, amit én látok a termelőinknél, a víz számukra az egy H2O. De valójában az, hogy ez a víz felszíni vagy felszínalatti vizet használ, rettentő sok minden van benne. Amíg kevés dolog van benne, addig ásványvíz, megihatod, jó dolog. Ha sok só van benne, sok nehéz fém van benne, akkor előbb-utóbb ez felgyűjt, fölgyűlemlik a talaj felszínen, vagy azon a területen, ahol locsolsz. Elszikesíted, letömöríted, nehéz fémekkel szennyeződik, stb. Erre vannak talajjavító anyagok. A javító anyag az nem azért javítja a talajt, mert csak a szerkezete lesz jobb, kiszorít más tápanyagokat, megállítja a talaj szikesedését, és így tovább. Ha öntözni fogunk, akkor a talajokat még intenzívebben zsarolni fogjuk. Ha intenzívebben fogjuk terhelni egy öntözés mellett, akkor ott talajt kell javítani. Alajjavítás a technológia részévé kell válni. Vannak azért olyan termelők, akik öntöznek, és mellette azért elkezdtek talajt javítani. És legalább kérdeznek.